szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Én Csonka Erzsébet vagyok, a PPH egyik vezetője. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki most hallgat minket. Én Tóth Ferenc vagyok, szintén a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtt én természetgyógyászként működtem, mára viszont a PPH tanulói csoportszervezés a fő tevékenységem. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert éreztem, hogy valami másra van szükség, más az, amivel az embereknek valódi segítséget tudunk adni. Nagyon hálás vagyok a Teremtőnek, hogy ide vezérelt. Szedlacsik Miklóstól egy olyan komplex, rendszerű tudást kapunk, amivel valóban minden megoldható. Ezt megtapasztaltam a saját életemben. 6 éve hallgatom Szedlacsik Miklós tanításait. Minden betű igaz, és mindegyik alkalmazható, ha nem magamra, akkor másokra, vagy a csapatra. Ha ezt a tudást egyre többen alkalmazzuk, akkor létre tudjuk hozni az aranykort. Tényleg valódi megoldást tud adni. Enélkül a tudás nélkül én sem tudtam volna sem önmagamat rendbe tenni, sem másoknak úgy segíteni, hogy azzal valóban megoldják az élethelyzeteiket. Pár szót én is szeretnék magamra szólni. Eredeti foglalkozásom autószerelő, jelenleg szivattyúgépészként dolgozom, de ma már a PPH tanulói csapatszervezést tekintem fő tevékenységnek. Rákóczi falván élünk párommal. Én is tulajdonképpen természetgyógyászattal kezdtem szüleim révén, tehát úgy nőttem fel. De valahogy én is éreztem, hogy nekünk nem az emberek gyógyítása a feladatunk, hanem inkább olyan tudást nyújtani át az embereknek, hogy egészségben, boldogságban és tudatosan tudjanak élni. Ezt a tudást találtam meg itt a PPH-nál Szedlacsik Miklós személyében, akit én egy hiteles tanítómesternek tartok a mai napig is. Ugye jártam én is többfele, több helyen olvastam, több előadót hallgattam, de ilyen komplex tudást, mint amit Szedlacsik Miklós tanít nekünk, ilyet nem lehet kapni másott. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygón. Neki van a legrészletesebb információja. Bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Nem gondoljátok, hogy valamit tenni kellene azért, hogy jobb világ legyen? Tehát, hogyha az emberek, nem, a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És mintha nem ilyen világot éldegélnénk. Azt gondold végig, hogy a sokkal több jó ember van a Földön, mint rossz. Körülbelül 4-szer annyi
jó ember van a Földön, mint amennyi rossz ember. Tehát mondhatjuk azt, hogy a bolygó egyötöde nem igazán jó, de a négyötöde az teljesen. De a jó emberek, ez a többség, ez a 80% igazából nem tesz azért semmit, hogy jobb legyen. És ezért ugye, hát én immáron most már 60 évre tudok lassacskán visszaemlékezni, hát még annyi nem, de ugye én egész jól emlékszem a kisgyerekkoromra is. Nekem ugye én jól éltem meg a gyerekkoromat, az nem emlékszik egyébként nagyon a kisgyerekkorára, aki nem érte meg jól. Tehát én jól emlékszem rá, és én azt láttam, hogy sokkal jobb állapotúak voltak az emberek évtizedekkel ezelőtt, és azt lehet látni, hogy ahogy telnek, múlnak az évtizedek, úgy egyre rosszabb és rosszabb hangulatban van a tömeg, tehát az emberek. Tehát ha az emberek egyre rosszabb és rosszabb hangulatban vannak, az annak köszönhető, tehát az ember akkor boldogtalan, ha elnyomásban részesül. Tehát ha elnyomóknak a hatása alatt áll. Na most az mindegy, hogy a hatalom nyomja el valakit, vagy mit tudom én, a férje, vagy a felesége, most ebből a szempontból mindegy, de elnyomás alatt áll. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag most, mivel az emberek boldogtalanabbak, mint a múltban, és ugye ha megyünk visszafele tényleg az elmúlt 50 évre vonatkozóan, akkor tényleg azt látni, hogy a múltban egyre boldogabbak voltak, és hogy jövünk errefele, ugye a jelen felé, annál boldogtalanabbak az emberek. Tehát egy olyan világban élünk, ahol ugye az embereket akkor ezek szerint elnyomják. Hát elnyomják. És ugye miért is, egy kis tanítás, jó, ami most fog következni, miért is nagyobb az elnyomás, miért érezzük nagyobb elnyomásnak, mint anno annak idején? Mert ugye van egy szabály ezzel kapcsolatban, hogyha a hatalomba elnyomók kerülnek, és minél nagyobb mértékben kerülnek be elnyomók, annál nagyobb a társadalmi elnyomás. És ez úgy működik, hogyha a hatalomban ott vannak az elnyomók, akkor ugye ezt az elnyomást érzékelik a szociális emberek, és az a baj a szociális emberek működésében, hogy a szociális emberek, ha elnyomást kapnak, elkezdenek úgy viselkedni, mintha ők is elnyomók lennének. Tehát gyakorlatilag közvetítik az elnyomást. Nyilván nem olyan formában, mint ahogy ők kapták, hanem ahogy ők tudják közvetíteni az elnyomást. És ezáltal, hogyha több ember érzékel elnyomást, akkor ugye az a több szociális ember érzékel elnyomást, akkor nyilván egyre több és több elnyomás lesz, mert az továbbadja az elnyomást egy másik szociális embernek, az továbbadja egy következő szociális embernek, az továbbadja egy következő szociális embernek, és az emberek azt élik meg, hogy olyan társadalmi formában élnek, ahol napi szinten kapnak elnyomásokat. Napi szinten. Ennek még ugye az is következménye, hogy ahogy teltek az évtizedek szerte a világban, például a 70-es években a nyugati társadalomban a nők nagy része nem dolgozott alkalmazottként, hanem háztartásbeli volt. Nekem is voltak még olyan rokonaim itt Magyarországon, akik háztartásbeliek voltak. Nyilván kevés olyan rokonom volt, de nyugaton ez volt a jellemző még a 70-es években, 60-as években még inkább, hogy a nők azok háztartásbeliek voltak. És utána
elindult az a folyamat, hogy a nők is alkalmazottak lettek. Miért? Mert egy fizetésből már nem tudtak megélni. Nagyon érdekes, hogy egy fizetésből nem tudtak megélni. És miért nem élnek meg, miért nem éltek meg nyugaton? Mert ugye itt a szocializmusban már az 50-es évektől a nőknek idézőjelben dolgozni kellett, és dolgoztak is a nők többsége, de nyugaton nem. De nyugaton miért kellett dolgozni a nőknek? Mert eladósodtak a családok, és a hiteleket nem tudták, és az életüket nem tudták finanszírozni egy fizetésből. Tehát nem azért kellett a nőknek dolgozniuk, mert kevesebb lett a fizetésük a férfiaknak, és az árak megdrágultak, nem ezért, hanem azért, mert tovább nyújtózkodtak a családok, mint ameddig a takarójuk ért. És ez jellemző volt a nyugatra, de jellemző most is. Tehát magasabb életszínvonalon akartak élni, mint amire a fizetésük futotta. Ezáltal fölvettek hiteleket, azon vásároltak, de a hiteleket és a megélhetést már nem tudták egy fizetésből finanszírozni. Tehát a megélhetést, ameddig nem érték el, hogy az emberek, a családok hitelre vásároljanak, addig egy fizetésből tudtak élni. És amikor elérték azt, hogy hiteleket vegyenek föl a családok, onnantól kezdve nem volt elég egy fizetés. Mert a megélhetés is pénzbe került, meg a hiteltörlesztés is pénzbe került. És ezáltal a nőknek el kellett menni dolgozni, hogy a megélhetésen felül a hiteltörlesztést is tudják finanszírozni. Oké, a családok. Na most ennek mi lett a súlyos következménye? Az lett a súlyos következménye, hogy a hölgyek úgy működnek, hogyha nekik valami gondjuk, bajuk van, nekik azt ki kell beszélniük. Ez is egy tanítás. Tehát ki kell beszélniük. És hol beszélték ki vajon leginkább? Odahaza. És abból, hogy a hölgyek kibeszélték a munkahelyi problémáikat a családjukban, ezáltal ugye a hölgyek megkönnyebbültek, csak a család lett ideges. Oké? Okay? Addig nem volt olyan, hogy a nő hazahozta a munkahelyi gondokat, mert nem voltak munkahelyeik a hölgyeknek. Világos ez? És nem volt az, hogy problémáztak olyan dolgon is, amire a férfinak semmi ráhatása nincs. Tehát a nő, ha volt problémája, és nem volt munkahelye, ha problémáról beszélt, akkor a férfi meg tudta oldani azt a problémát, mert a családi dolgok voltak azok. Világos ez? De onnantól kezdve, hogy a nők hazahozták a problémájukat, a férfiak nem tudtak hatni a munkahelyi problémájukra, a nők munkahelyi problémájára, a felesége munkahelyi problémájára. Miért nem? Hát mert semmi köze nem volt. Még akkor sem, ha egy munkahelyen dolgoztak, mert két különböző munkakörben dolgoztak. Ezáltal ugye mi történt? A férfi hát elkezdett tanácsokat adni a nőnek, hogy mit csináljon a munkahelyén, de a nő nem tanácsot akart kérni a férjétől, hanem csak kibeszélni a problémát. És ebből létrejöttek az olyan konfliktusok. Gondold végig, nőként hányszor mondtad azt a férjednek már, hogy ne adj nekem kéretlenül tanácsokat, vagy valami hasonlót. Oké, vagy ne hozd az észt,
hoppá, még inkább ezt, ne hozd az észt. Hányszor mondta ezt egy nő egy, a párjának? És ugye mikor mondja ezt egy nő? Hát hogyha az egy olyan dolog, amit a nőnek magának kellene megoldani. Tehát ha otthon volt a családban egy probléma és a nő erről beszélt, a férfi fogta, ha a nő nem tudta megoldani, megoldotta. De a munkahelyi problémát nem tudja a férfi megoldani, a nő, feleségének, a párjának a munkahelyi problémáját. De a hölgy, amikor hazajön, így is úgy is ki fogja beszélni a munkahelyi problémát. Oké? Sőt, még ha utazás közben is van probléma, még azt is. Érted? És ez létrehozott olyan konfliktusokat családon belül, hogy a nő kibeszélte azt a problémát, amire a férfinek nincs ráhatása, de a férfi, mint megoldó ember, ugye rögtön osztotta az észt, és ebből vita konfliktus volt. Emlékezz vissza gyerekkorban, hogy ez pont így működött. Emlékezz vissza. Pont így működött. És azóta van az, hogy ugye ahhoz, hogy két ember ne menjen szét, mi kell? Egyetértés. Az egyetértést kommunikációval lehet létrehozni, de olyan kommunikációval, amiben egyetértenek. És ha van egyetértés, van szimpátia. Ha nincs egyetértés, akkor nincs szimpátia. És hogy lehet abban egyetértés, hogy a nő jön egy problémával, a férfi osztja az észt, de ráhatása nincs arra a problémára? Hogy lehet ebben egyetérteni? Sehogy. Sehogy. És ez létrehoz egy folyamatos konfliktus forrást, mert a hölgy, amikor munkahelyi problémával vagy egyéb problémával találkozik, akkor rögtön fogja és otthon kibeszéli. Amivel semmi baj nincs. Erre a férfi mit fog csinálni? Rögtön elkezdi osztani az észt. És ennek mi lesz a következménye? Nem egyetértés. Két ember, ha nem ért egyet, nem szimpatikusak egymás számára. Ha két ember tartósan nem szimpatikus egymásnak, akkor azok nem is szeretik egymást. Érthető? Világos? És létrehozták azt, ami most van. Oké? Mit? Hogy a házasságok 70%-a válással végződik. Ha egy olyan helyzet alakul ki, aminek válása vége, az senkinek nem egy boldogság. Én még nem láttam olyan párt, pedig már nem tudom hány párkapcsolati coachingot csináltam életemben, én még nem láttam olyan párt, hogy a párkapcsolati gondoknak örültek volna, és boldogok lettek volna a párkapcsolati gondoktól, én még ilyet nem láttam. Ha az embernek gondja, baja van, akkor mi történik? Elkezd rossz döntéseket hozni, elkezd olyan cselekedeteket művelni, aminek csak negatív következménye van, stb. Stb. És elérték azt, hogy az emberek boldogtalanok legyenek. Érted? Ugye én is viszonylag átlag életet éltem sokáig, ugyanúgy, mint legtöbb ember. Én is azt gondoltam, hogy a legfontosabb az ember számára az anyagiasodás. Hát ugye miért vettek föl az emberek hiteleket? Hogy többet birtokoljanak. Világos? És ha megnézitek, ugye a múltban nagyon sok olyan film készült, ahol azt mutatták be, hogy milyen jó az uraknak, milyen jó a gazdagoknak. Oké, sőt, most is készülnek ilyen filmek. Ugye az átlagember mit fog mondani? Én is gazdag akarok lenni. Sőt, a héten láttam egy
egy olyan hölgynek egy rövid, hát ilyen rábeszélését, mondjuk interneten keresztül, ugye rendszeresen kapok tőle e-maileket, hadd ne mondjam a nevét, jó, tudom a nevét, de hadd ne mondjam, és lényeg az, hogy ő arra buzdítja az embereket, hogy fektessenek be, nem tudom, mond-e ez ezáltal valakinek valamit maga a neve, én már most lassan olyan 10 éve kapok tőle rendszeresen e-maileket, és egy hölgyről van szó, és hogy fektessenek be az emberek, és egy olyan példát hozott föl, hogyha ennyit befektetsz, mit tudom, ennyi idő alatt, akkor, és annak annyi hozadéka lesz átlagosan éves szinten, akkor mennyi pénzed lesz x év múlva, jó? És akkor ilyen Warren Buffettel meg stb. Példálózik, na mindegy, és tudod mivel kezdődött a videó? Csak azért mondtam ezt, hogy hogy lehetsz gazdag, érted? Tudjátok hány könyvet, előadást hallottam már ezzel a címmel, hogy hogy lehetsz gazdag, vagy olvastam könyvet, hogyan gazdagodjál meg? Na most az átlag ember tehát egy olyan mintát látott, régen az emberek nem akartak meggazdagodni, tudták, hogy ők nem gazdagnak születtek, és nem akartak meggazdagodni. Manapság az emberek nagyon nagy része az meg akar gazdagodni, és a meggazdagodásnak tudod mi a feltétele most? Hogy meg tudsz gyorsan gazdagodni, ha sok hitelt veszel fel, nem? Akkor hirtelen meggazdagodsz, nem? Mert hirtelen egy csomó vagyonod lesz abból a sok hitelből, aha, csak ezt vissza kell fizetni, érted? És hogy fizeted vissza, ha nincs elég jövedelmed, érted? Tehát az a legnagyobb baromság, amikor azt tanítják, hogy a gazdaság motorja a hitel, érted? Az a legnagyobb baromság, és az a legnagyobb baromság, amikor a lakosságot arra ösztönzik, hogy hitelt vegyenek fel, mert ez egy csapda, belevitték a társadalmat ebbe a csapdába, hogy tiszta és világos legyen, de mondom, már az is egy csapda, gondoljatok drága hölgyeim arra, hogy nem kellett eljárni munkahelyre, mert a családok egy fizetésből tudták finanszírozni az életszínvonalukat, az életminőségüket, csak onnantól kezdve, hogy hát legyünk gazdagabbak, mint amennyit megengedhetünk magunknak, annál gazdagabbak, onnantól kezdve a hitelnek köszönhetően kellett a hölgyeknek dolgozni. Most nyugatról beszélek, keleten más a helyzet, mert a keleti életszínvonal sokkal, de sokkal alacsonyabb volt, az árak is alacsonyabbak voltak, csak nem annyival, mint amennyivel az életszínvonal, tehát a jövedelem kevesebb volt. Tehát hiába, én azt mondja, hogy dolgozom emberekkel 91 óta látom, mivel van 91 óta saját csapatom, hogy az emberek hogy működnek, és látom azt, hogy például anyagi szempontból hogy működnek. Például láttam azt, nem egy példán, hanem sok példán át, hiszen több tízezer emberrel működtem együtt, láttam azt, hogy például valaki úgy indul az életben, hogy sok a jövedelme, tehát a kezdeti jövedelem sok, és utána visszaesik a jövedelme. Tudod, mennyire nehezen élik meg az emberek? Mikor valaki úgy indult az életben, hogy jól keresett, érted? És akkor akár hosszabban jól keresett, akár hosszabban, és utána visszaesett a jövedelme,
és az illető nagyon padlóra került hangulatilag, érted? Illetve az illetők, mert ugye itt nem egy emberről van szó. És láttam azt, hogy aki szépen fokozatosan emelkedett a jövedelme, és netán-tán onnan esett vissza, neki nem volt az olyan nagy visszaesés, az a jövedelem visszaesés, mert ő már élt úgy, érted? Annak a jómódúanak furcsa volt, mert ő meg nem élt úgy, érted? És hát lényeg az, hogy itt a volt szocialista országokban egy kicsit másabb a helyzet, mint nyugaton, mert mondom, alacsonyabb volt az életszínvonal jócskán. De a rendszerváltás óta el akarják azt élni, érni itt is Magyarországon és a többi volt szocialista országban, hogy itt is adósodjanak el olyan mértékben az emberek, mint nyugaton. Tehát nyugaton gyakorlatilag nem találsz szinte olyan átlagcsaládot, amelyik ne lenne eladósodva. Érted? Átlagcsaládról beszélek. Tehát nem gazdagokról beszélek, hanem átlagcsaládokról. Mondom, nem találsz olyat. Magyarországon is már ugye egyre rosszabb ez az arány. Ugye tudjátok, hogy soha nem volt ekkora adósságállománya mondjuk a magyar, de egész Európában a népeknek soha, és ilyen mennyiségben sem például a volt szocialista országokban. Tehát magyarul itt is divat lett az, hogy erőn felül költekezzünk, és majd részletből visszafizessük. De ehhez tudod, mi kell, hogy részletből visszafizess bármit? Még több kereset. Miért? Mert gondold végig, van egy életszínvonal egy embernek, addig, míg nincs hitele. Fölvesz hitelt, jó, vesz rajta valamilyen ingóságot, vagy akár ingatlant, és onnantól kezdve neki kisebb lesz az életszínvonala, mert azt a hitelt törlesztenie kell. Érted? Tehát az a hitel törlesztéstől az életszínvonal visszazuhant. Mindenkinél így van. Oké? Stim? Érthető ez? Tehát a hitelfelvétel mindenkinél életszínvonal csökkenést okoz. Hiába vett valamit, akkor is. Érted? Mert azt törleszteni kell. Hát ugye régen például hogy oldották meg ezt a kérdést? Úgy oldották meg, hogy egy darabig három generációs családban éltek, tehát a szülők kell mondjuk egy udvarban, vagy egy házban, és amikor megtehették, az azt jelenti, hogy a szülők támogatásával, mert a többségében mindig a szülők támogatásával, a gyerekek vettek maguknak, vagy építettek. Oké? Ez volt régebben. De az azt jelenti, hogy ehhez, hát mondjuk valószínűleg sok évig laktak a szülőkkel. Nem úgy, hogy egy légtérben, hanem akkor megoldották azt, hogy valamilyen szeparációval, hogy elszeparált legyen. És utána lehet saját ingatlanuk, mert építettek vagy vettek, és az nem okozott nekik ugye havi hiteltörlesztést. Érthető? És nem nyújtózkodtak tovább, mint ami a takarójuk ér. De hát, mivel a nők eljárnak munkahelyre, és eljárt az anyós munkahelyre, eljárt a menyecske munkahelyre, ezáltal mind a kettő hazahozta a problémákat. Oké? És mindig ez úgy működött a múltban, hogyha a férfi zaklatott volt, akkor a nő nyugtatta meg. Ha három generációs család volt,
ha a férfiak zaklatottak voltak, akkor a nők, tehát az anyós meg a menny nyugtatták meg a férfiakat. De ez megszűnt azáltal, hogy a nők elmentek dolgozni, mert a nők viszik haza a zaklatottságot. Világos ez? Na most, ha a nő hazaviszi a zaklatottságot, ki fogja őt megnyugtatni? Ugyanis mindig ez így működött, hogy a nők nyugodtak voltak. És nem voltak idegesek. Mitől lettek volna idegesek, mikor nem érte őket semmi olyan helyzet, amitől idegesek lehettek volna? Ezáltal ugye a férfi eljár dolgozni, és tényleg őt fölidegesítették, hazavitte, a nő megnyugtatta. Tehát mindig a nyugodtság, a béke, a nyugalom forrása az az otthon volt a férfiak számára. Mindig. Kivétel az elmúlt évtizedek már. Érted? Amióta a nők dolgoznak, amióta a nők eljárnak dolgozni, az otthon az nem a nyugalom forrása, hanem szó szerint sok férfi menekül otthonról, mert nincs otthon nyugalom, béke. Oké? Miért? Mert a feleség eljár dolgozni. Érted? És ez mind abból ered, hogy legyél gazdag. De a legtöbb ember, a legtöbb átlag ember nem tud gazdag lenni, és úgy próbál gazdag lenni, hogy erőn felül akar vásárolni. Érted? De az csak hitelből lehet. De ugye valamilyen szinten, ugye mi is működtünk hasonlóan, talán nem ennyire, mert mi nem voltunk nagyon eladósodva, nekünk rövid ideig volt viszonylag kevés hitelünk, tehát nem 10-20 stb. Évre, tehát mi 5 évnél tovább nem fizettünk sose hitelt, tehát 5 évnél tovább, és akkor volt nagyobb összegű, amikor megtehettük, hogy nagyobb összegű legyen, bár azt megtehettük volna, hogy készpénzre vásároljunk, de ugye az adózási szabályok miatt, hát ugye a könyvelő rábeszélt, hogy ne készpénzre vásároljunk, hanem leasingeljünk, hát az hitel. Oké? Na, tehát emiatt voltak hiteleink, ugye, de az előző válság óta, ugye a válság kezdete után fizettük ki az utolsó hiteleinket, azóta nincs, illetve egy hitelünk volt, azóta nincs hitelünk. Tehát azóta nincs hitelünk. Tehát most már mondhatjuk azt, hogy hát 12 éve nincs hitelünk. Amióta ugye ezeket a képzéseket főtevékenységben csinálom, azóta biztos, hogy nincsen hitelünk. És most miért mondom ezt? Mert ugye múltban én is gondolkoztam hasonlóan, mint az emberek, hogy vegyünk föl hitelt, gazdagodjunk meg. Érted? De ez megnézzük, ugye a hitelfelvétel is miről szól? Anyagi többlet, tehát hogy több legyen az tulajdonod, az anyagi tulajdonod, érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy tulajdonod több legyen, érted? A tulajdonod. A tulajdon az meg mindig anyag. Nem jut eszembe most semmi olyan tulajdon, ami nem anyag. Oké? Tehát amit meg kell venni és tulajdon, az anyag. Tehát, de ugye nem csak úgy működnek az emberek, hogy több anyag, hanem gazdagodjunk meg, akkor az azt jelenti, hogy még több anyag. Érted? Tehát bennem is volt ilyen. És akkor szépen, fokozatosan, magamtól senkinek nem volt, tehát senki nem vezetett erre rá, földi ember, hogy ez nem jó. Hanem magamtól
kezdtem ráébredni arra, hogy az anyagnál van sokkal fontosabb dolog is. És ez pedig a tudás. Érted? A tudás. Hála Istennek, engem tanítottak 90 óta, illetve 91 óta. Tehát tanítottak. 91 és 87 között ugye önképzést próbáltam csinálni. De ami nem a szellemiségről szólt, nehogy félreértsétek, hanem természetesen az anyagról. És a 90-es évek második felében kezdtem el nyílni az olyan tudásra, ami az életben nem az anyaghoz adja a megoldást, hanem a problémákra. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy bármi probléma van, az embernek legyen megoldása. Tehát ez a 90-es évek második felétől indult el ez bennem, és mivel ugye cégeket vezettem, ugye nem is egy céget volt, hogy egyszerre is nem is egy céget, most is egyébként kettő céget vezetek. Lényeg az, hogy emiatt ugye én mindig úgy érzékeltem, hogy szükség van olyan tudásra, ami a cégekkel kapcsolatos gondokat, problémákat orvosolja. De mivel emberekkel foglalkoztam, és emberekkel is foglalkoztam, tehát nem csak cégtulajdonos voltam, hanem ugye emberekkel való foglalkozás még előbb indult, ezért ugye ott is rájöttem, hogy az emberekkel, ha az ember jól akar bánni, hát akkor ahhoz tudásra van szüksége az embernek. És ezáltal ugye elkezdtem foglalkozni magával a tudással. És akkor utána később rájöttem, hogy az anyagnak a teremtődése az attól függ, tehát hogy egy ember mennyire képes teremteni mondjuk az anyagot, vagy mennyire képes megoldásokat teremteni, vagy mennyire képes problémákat teremteni, ez attól függ, hogy az embernek mennyi a tudása. Tehát ugye ez a hölgy, aki azt mondta, hogy gazdagodj meg, azt mondta, hogy Warren Buffett, ugye a világ egyik leggazdagabb embere, hány százalékos hozamot ért el átlagosan éves szinten a befektetéseiből. De ezt meg kellett, hogy tanulja. Érted? Tehát tudás nélkül nem tudta volna. És ugye tudod mi a baj? Például az olyan típusú befektetésekkel, mint amit a Warren Buffett csinált. Ő hol befektetett be? Tőzsdén. Tudod mi a baj a tőzsdei befektetésekkel? Hogyha valaki nyer, akkor más veszít. Tehát más kárán nyerészkedik. Érted? És akármilyen hihetetlen, a szerencsejáték is ugyanez. A szerencsejáték esetében is, amit valaki nyer, az mások elveszítik. Érted? Tehát most minden olyan, amibe pénzt fizetsz, és abból nyereséget remélsz, mondom a szerencsejáték is ilyen, az gyakorlatilag mind arról szól, hogy emberek veszítenek. Érted? Mind arról szól. Akkor ha megnézzük, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogyha valaki úgy nyerészkedik, hogy emberek veszítenek, akkor ezzel ő gyönyörűen létrehoz saját magának egy negatív karmát. Ezt én nem tudtam régen. Most már tudom.
És tudod, mi a karma? Az egy olyan probléma, amit az ember a következő életében át tud vinni, vagy át tudja pakolni a karmáját a gyerekeinek, a leszármazottjainak. Érted? És most mondok egy dolgot, hogy világos legyen, hogy értsétek. Jó? Tehát van egy anya, megszüli a gyerekét, és a gyerek megbetegszik. Soha nem azt nézzük, hogy mi van a gyerekkel. A lelki okról beszélek, nem a fizikai okról. Soha nem azt nézzük, hogy mi van a gyerekkel, hanem azt kell nézni, hogy mit csinál rosszul az anya, mert ha az anya nem változik, a gyerek nem fog tartósan meggyógyulni. Világos ez? Ez azt jelenti, hogy az egy karma, amikor megszül egy nő egy gyereket, érted? És a gyerek beteg. Az azt jelenti, hogy az ő saját hülyeségét rápakolta a gyerekére. És miért a gyerekben jelentkezik? Azért, hogy az anyának jobban fájjon, mintha saját maga lenne abban a problémában. Világos ez? De itt látjátok a karmát, hogyha egy nő, akinek kisgyereke van, nem jól teszi a dolgát, azonnal karmát gyárt a gyereknek. Mit gondoltok, miért vannak, mit tudom én, olyan gyerekek, akik aszmások, vagy allergiások, stb. Stb. Mind egy az egyben visszavezethető. Most nem felnőtt korban kialakult asztmára gondolok, vagy felnőtt korban kialakult allergiára, hanem gyerekkorban kialakult asztmára, vagy allergiára, vagy egyébre cukorbetegség, vagy bármi, ami gyerekkorban kialakul. Az mind az anya hozta létre, mint karmát. Világos voltam? Oké. Okay. Jó? Na, szóval ez úgy működik, hogyha egy családban valaki mondjuk úgy nyerészkedik, hogy mások veszítenek, ezzel létrehoz egy karmát. Oké, most gondoljuk végig a gyerek esetében az előző példát, amit felhoztam. Ha a gyerek beteg, milyen jól érzi magát az anya? Baromi szarul érzi magát. Érted? Világos ez? Tehát az a karma visszahat rá. Érthető ez? Amit ugye létrehozott, az visszahat rá. Ha például mondjuk úgy nyerészkedik valaki, hogy mások kárára, ilyen egyébként ez a baja bitcoinnal is és az egyéb coinokkal. Pont ez a probléma. Világos ez? Tudsz rajta nyerészkedni mások kárára. Világos ez? Jó? Na nézzük tovább. Tehát létrehoz az illető egy karmát. Ha van kisgyereke, akkor lehet, hogy betegségben megjelenik a gyereknél. Ha már nincs kisgyereke, vagy még nincs kisgyereke, akkor neki egyéb problémában elkezd jelentkezni. Milyen egyéb problémája van az embernek? Az embernek van betegsége, ahol jelentkezhetnek problémák. Az embernek lehet balesete, baleset, aminek lehet fizikai hatása ő saját magára, tehát ő sérül meg. Vagy mondjuk az autója sérül meg, vagy valamilyen más. Az is baleset például, mit tudom én, hogy leég a ház, csak most mondtam valamit, oké? Okay? Szóval mi lehet még? Ugye lehet családi probléma, ahol jelentkeznek problémák, meg lehetnek anyagi problémák. Hát lehet, hogy az illetőnek mivel nyerészkedik, nem lesz anyagi problémája, de marad még három terület, ahol kaphat anyagi problémákat.
Na most ha valaki azt mondja, hogy ez kamu, amiről én beszélek, én meg azt mondom, drága csillag, én ezt megtapasztaltam, te meg azt gondolsz, amit akarsz. Világos? Ennyi. Oké? Szóval lényeg az, hogy az illető létrehoz egy karmát, de ugye az a legnagyobb probléma, hogyha az ember létrehoz egy karmát, azt idézőjelben, ezt a szót, örökli a leszármazott. Világos voltam? A karmát. Miért? Ha még az illető él, aki létrehozta a karmát, hagy, tanuljon, okuljon bele, belőle egy kicsit többet. Mert nem csak őrá fog a karma visszautalódni, hanem a saját gyerekére is, és ezáltal a gyerekének a problémája is ugye rá fog utalódni a szülőre. Ami azt jelenti, hogy a legtöbb szülő, ha a gyereknek problémája van, nem azt mondja, hogy kit érdekel, hanem jaj, jaj. Nem? Nem ez van? Ez van. Tehát az emberek attól, hogy nem ismerik ezek a dolgok, ezeket a dolgokat. Én se ismertem régen. És tudod, mennyivel jobb, hogy most ismerem? Tudod, mennyivel könnyebb az élet úgy, hogy ezeket a dolgokat ismerem, és van rá tudásom és megoldásom? Érted? És tudod, mennyivel könnyebb, hogyha az ember tudja, hogy na, ilyet nem kell csinálnom, mert ha ilyet csinálok, ebben létrehozok egy karmát. Érted? Mondok egy példát. Mit tudom én, van egy nem túl jó kapcsolat. Erre fogja az egyik a kapcsolatban, tehát férfi-nő kapcsolatról van szó természetesen, pár kapcsolatról van szó, és azt mondja az egyik, ránézek az órára, még van időm, jó. Tehát a párkapcsolatról beszélek, és azt mondja az egyik, hogy hopp, van egy kínálkozó alkalom, megcsalom a páromat. Érted? Hát az emberek ilyen esetben, ha párkapcsolatban élnek, általában mikor szokták megcsalni a párjukat? Ha van egy kínálkozó alkalom. Oké? És fogja, és tudod milyen a sors? A háttér elrendeződik úgy, hogy legyen kínálkozó alkalom. Tehát legyen, úgy is lehetne mondani, kísértés. Oké? Kísértés. És az illető megcsinálja, de abban a pillanatban létrehoz egy karmát. Abban a pillanatban. Ezt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogy mi fog történni? Vajon mi fog történni? Ugyanazt fogja csinálni az ő gyereke. Érted? Ugyanezt. Ugyanezt fogja csinálni. Sőt, nála, mivel karma, ezért ismétlődik. Érted? Elkezd ismétlődni a dolog. Mert létrehozott egy karmát. És ezzel a párkapcsolat javulást lehet előidézni, szerinted? Amikor valaki ismétli a hibáját. Nem? Nem kell ezeket tudni az embereknek, nem kell. Éljék úgy, ahogy élik az életüket, és egyre boldogtalanabbak, semmi gond nincs ezzel. De ha egyre boldogtalanabb leszel, egyre hamarabb eljutsz a koporsóig. Ennyi. És nem vendégként, hanem bentlakóként, érted? Ez van. Tehát az ember vagy tesz azért, hogy megértse az élet és az ember működését, és akkor úgy éli az életét, hogy jól tudja a bőrét érezni saját magában, érted? Tehát jól érezze magában, tehát jól érezze magát saját magában, na ezt akarom belőle kihozni, értitek? Hát vagy nem, elhárítja magától a tudást, és akkor szenved. És ha megnézed, minél idősebbek az emberek, szenvednek.
Én látom a szenvedést, tudod hol látom? Hála Istennek azt is meg kellett élnem, hogy édesanyám idősek otthonába kerüljön. Érted? És látom, hogy ott az emberek hogy működnek. Érted? Most nem az ápolókra gondolok, hanem az ott élőkre, az ott lakókra. Érted? Tehát gondold végig, be vannak egy zárva, mind fogy, mint a csuda, ilyen cingára, érted? Gyakorlatilag csak ülnek mondjuk egy tolószékben, érted? És például anyu is azért ül tolószékben, mert nem azért, mert valami indok lett volna, hanem már úgy el van gyengülve, érted? Hogy nem tud járni. Érted? És az összes ugyanez. Nem azért, mert ilyen-olyan bajuk van, hanem úgy el vannak gyengülve, hogy tolószékben ülnek. Hang nélkül egy szót sem szólnak egymáshoz. Érted? És úgy vannak napokig. És ha nem ültetik ki a tolószékbe, akkor fekszenek az ágyba és nézik a plafont. Hú, de jó öregkori perspektíva. Ez igen? Hajtsá erre nyugodtan, semmi gond nincs vele. Anyám se akar tanulni. Semmit. Érted? Mikor el akartam kezdeni neki beszélni arról, hogy mi van a halál után, nem érdekelte. Most meg már nem lehet neki beszélni, mert bármit mondasz neki, mint ha itt bemenne, meg itt kijönne. Érted? De amikor megérthette volna, ennyit nem érdekelte. Érted? Nem kell, hogy érdekeljenek a dolgok, nem kell. De ha nem fog szenvedni, akkor én bandi vagyok. Érted? Ez van. Ez van. Nem az az embernek a feladata, egyáltalán nem az a feladata, hogy az minél több anyagi javakat halmoz föl, hiszen nem viszed a sírba. Érted? És hát akkor azt mondod, de a gyerekemnek. Na most, ha a gyerekednek minél inkább nem kellett megdolgozni valamiért, annál jobban elherdálja, hogy de szuper vagy, hogy ilyen okos vagy. Érted? Hogy azért halmozol, hogy majd a gyerekednek. Aha, igen, csak ő nem dolgozott, megérte, és elherdálja. Világos ez? Tehát ez úgy működik, hogy amiért megdolgoztunk, tudod jól, azt becsüljük. Amiért nem dolgoztunk meg, nem becsüljük meg. Így működik az ember. Ez alól vannak egyes kivételek, mit tudom én, mondjuk 1000-ből 2. Érted? Körülbelül ez az arány. És se azt gondolod, hogy a te gyereked lesz pont az az 1000-ből 2. Hát de mindenki ezt gondolja. Hát elég béna gondolkodás. Erre ezt tudom mondani. Szóval, itt vagyunk egy olyan világban, ahol én is hasonlóan gondolkoztam, mint most, ahogy gondolkodnak az emberek. De rájöttem arra, és bebizonyosodott számomra, hogy nem az anyaga fontos, hanem a szellemi fejlődés. Érted? Ez a fontos. Hogy az ember ismerje az élet és az ember működését, és minél részletesebben, annál jobb. Ezt tapasztaltam. Annál jobb. És az már csak egy hab a tortára, hogyha, hoppá. Ja, megkeresem. Ja, összecserélődött, bocsánat. Jó. Az már csak egy hab a tortára, hogyha tanulunk, elindítunk egy olyan folyamatot, amelynek a folyamat vége, ha jól csinálod a dolgodat, a magasabb rendű létforma. Érted? De a magasabb rendű létformába nem tudsz bekerülni aranykor nélkül. És az aranykor nem tud létrejönni, ha még élnek az elnyomók. Érted? Jó, hát erről gondoskodnak majd a fentiek, hogy az elnyomók ne éljenek,
Érted? De azok, akik nem tanulják meg, hogy hogyan kezeljék az elnyomást, és hogy működik az, hogy ne adják tovább, mert ez a kulcs. Érted? Hogy képes legyél kezelni, mert nem vagy képes kezelni az elnyomást, akkor tovább fogod adni. Miért? Mert hat rád az érzelmeidre. És az érzelmeid átfordul negatívba, és onnantól kezdve az első náladnál gyengébb embernek továbbadod az elnyomást. És ez az aranykorban ilyen nem lehet. Ilyen nem lehet. Az aranykorban már olyan emberek kerülhetnek be, akik pontosan tudják azt, hogy az élet és az ember hogyan működik, és pontosan tudják, hogy hogy kell például kezelni az elnyomást, vagy mi a különbség a jó különböző fokozata között, és mi a különbség a rossz különböző fokozata között. Tehát itt vagyunk egy olyan világban, ahol az embernek lehetősége nyílt, soha mióta az emberiség él, nem volt olyan tudás, ami tömegek számára elérhető lett volna, és itt van az a tudás, de mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy él vele, vagy nem él. De ha nem él, az nem a mi problémánk, nem azoknak a problémája, akik élnek vele, hanem azoknak a problémája, akik nem élnek vele. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!